De congregationis de causi sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Johannes Brenner, presbiter diecesanus, martyr, pastor secundum cor Christi, Evangelii et Eucharistie fidelis minister, beati nomine imposterum appelletur. Atque die decima quinta mensis decembris, qua in celum ortus est, quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apus Sanctum Petrum, die vicesimo tertio mensis aprilis, anno Domini bismillesimo duodecimo, Pontificatus Nostri Sexto, Franciscus. Apostoli levél. Elfogadva testvérünk, Székely János, szombathelyi megyés püspök, valamint sok más püspök testvérünk és számos hívő kérését, és miután megkaptuk a szentavatási ügyek kongregációjának véleményét, apostoli tekintélyünknél fogva megengedjük, hogy Isten szolgája, tiszteletre méltó Brenner János, vértanú áldozó pap, szolgálva saját híveit és megvédve az oltári szentséget, akit egy beteghez vitt, mostantól kezdve a boldog nevet viselje, és hogy ünnepét megtarthassák a jogban előírt módon és helyen minden év december 15-én mennyei születésének napján. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kelt Rómában, Szent Péter székénél az Úr 2018. esztendejében, április 23-án, pápaságunk 6. évében, Ferenc pápa. Eminenza reverendissima, il nostro cuore trabocca di gioia. Brenner János è beato, nostro patrono, esempio, nostra guida e faro che ci illumina. La chiedo di trasmettere a sua santità la gratitudine e la gioia di tutti i pellegrini presenti e di tutta la Chiesa di Ungheria. Eminenciás bíboros úr, a szívünk túlcsordul az örömtől. Brenner János vértanút a boldogok sorában tisztelhetjük. Ő mostantól közben járunk, példaképünk, vezetőnk, világító fákjánk. Eminenciás bíboros úr, kérjük tolmácsolja a Szentatyának, Ferenc pápának az egész Magyar Egyház köszönetét, örömét, háláját és szeretetét.